Ready, set, go! Shit! Majdnem meghaltam, gyerekek. Baszki, ez kemény volt! Szevasztok gamerek, Rolli vagyok a kemény, és üdvözlök mindenkit egy újabb Minecraft résszel. Mi újság a nagyvilágban, hogy van mindenki? Itt vagyunk, megjött Minecraft 1.16.1 most már. Megjött az új update Minecrafthoz, megjött az új Nether, egy pár új fajjal, sok-sok új biommal, nagyon sok új blokkfajtával, és az a tervem mára, hogy megpróbálok nektek ebben minél többet megmutatni. Survival-t játszok, úgyhogy majd meglátom, hogy hogy sikerül eljutni ebbe a biomba, de szerintem a nagyját azt meg fogjuk tudni csinálni. Ki szeretnék próbálni mindent, vannak új biomok, szeretném meglátogatni az új Crimson Keep-et, az új Fortress-t a Netherben, és szerezni szeretnék egy kevés Netherite-ot, valami eszméletlen szuper bányászási módszerrel, de ezt is majd meglátjátok, hogy hogy tervezem, úgyhogy vágjunk is bele! Bum 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 bum. Meg is jöttünk, itt is vagyunk, megnézzük az inventorinkat elvel. Van nálunk egy vödör, az nem biztos, hogy kell, van nálunk elég baked potato. Van nálunk egy silk touch pickaxe, egy normal pickaxe, és az összes többi felszerelésünk is megvan. Hál' Istennek, van íjunk, infinite bow-val, az menni fog. Akarok még magammal vinni. Mást igazából szerintem nem is. Szeretnék csinálni majd még egy stack TNT-t. 1, 2, 3, 4... Úgy, és felmenjünk a mob farmhoz, hozunk egy kis gunpowdert. Jöhet a gunpowder. 1, 2, 3, 4, 5. És elvileg ezt meg is tudom csinálni a TNT. Egy stack TNT-n van. Tudok még egy csinálni. 1, 2, 3, 4, 5. Tudok még egy stack TNT-t csinálni. Ezt meg is csináljuk majd. Van annyi szendem szerintem. Majdnem leestem, de nem, mert nagyon odafigyeltem, hogy mit csinálok. Úgyhogy menjünk is le, megcraftolok még egy stack TNT-t, és azzal az összes netherite-ot is képes leszek majd kifarmolni. 1, 2, 3, 4. Ez is megvan, és jöhet a crafting TNT. Wow! Ebben a playthrough-ban még semmit hozzáteszem, semmit nem robbantottam föl, viszek magammal egy-két scaffoldingot, hogy tudjunk mászkálni erre és arra is. Szerintem ez így jó is lesz. Sajnos nincsen ender chestem, vagy... De igazából tudok csinálni, ugye? Nem tudok még csinálni azokból a cuccokból, amik nálam vannak, de ebben igen. Egyelőre az nem fog menni, de majd később csinálok. Az még esetleg jó lenne majd így craftolásnak, meg ilyeneknek, de szerintem most elsődleges dolgom az lesz, innen nem kell semmi egyelőre. Jobb, megvan minden. Talán egy stack torch-ot viszek magammal. Most, hogy így meggondoltam magam, talán az kéne, de ne, az se kell, majd gyújtunk cuccot, kell hát egy flint and steel. Szóval kell egy steel, meg egy flint, meg egy iron ore, abból csinálunk steel-t, ugye? És akkor meg lesz a Finten Steel-unk is, és lépünk is át a Netherbe. Az összes TNT-nk helyett, az összes scaffoldingunkkal, és megpróbáljuk körbejárni a környéket, megnézni, hogy tényleg mit is tudunk majd csinálni, merre tudunk eljutni, és hogy milyen az új Nether, milyenek az új biomok. Nagyon kíváncsi vagyok rá, remélem ti is kíváncsiak vagytok rá. Menjetek majd el, nézzétek meg nyugodtan, mindenki nézze meg saját magának, mert az egy nagyon jó dolog. A gírem az, hát... nem a legjobb, de túl lehet élni. Fire protection egyelőre nincs, de azt is meg fogom tudni oldani. Hú. Irány az új Nether! Yeah! Átisítom a Netherbe, meg is volt az eleje, sikerült megcsinálni ezt a kis tunnelt. Egyszer sem haltam meg, sikerült elfutnom mindig a halál elől. Hála jó Istennek. Ez kell nekem egyszer, meg ez a másik opa, ezt így rossz helyre raktam, ezen a felén kéne. Ide egyet, és utána ezt így be lehet szépen csukni. Semmi extra nem akarok itt csinálni, csak tényleg elmegyek egy kis nyersért. Az új erdő, arra kíváncsi vagyok. Itt az új erdő, gyerekek! Ó, bajtam a hülyéskedést, nézzük meg az újjá blokkokat.
Mi a neve ennek a, ennek a bajomnak, amúgy megnézzük gyorsan. Ennek a bajomnak kérlek szépen... Ez a Warped Forest, az a bajom. Jól néz ki. Összeszedünk mindent, amit csak tudunk. Elvileg, ha ezt... ez egy ilyen vine, amin az ilyen égigérő passzúj, amin föl tudunk mászni. Oh yes, szavasz. Azt a mindenit. Ez egy vine, amin föl tudsz mászni. Nem tart fönn, szóval egyszer fölmásztál rajta, akkor onnantól kezdve ugrani kell. Ennyi. Elvileg. Ez kérlek szépen word block, tökéletes. Ez ilyen things vines. Nem? Ez... ez a hova. Ezzel jön gyorsan. De fura hangja van ennek. Elvileg, ha gombát szedsz össze, és ilyen talajra rakod le, akkor... Oh, shoot! Nehogy már leégjen! Elég ez a fa. Vagy ez tűzálló. Azt hiszem ezek a fák, ha minden igaz, akkor ezek a fák tűzállóak. Remélem nem esett, oh igen, ott van a lámpás. A lámpásom nem esett le, mert azt nagyon szeretném. Ez a wall block, ez nagyon jól néz ki. Elviszünk belőle egy stackre valót akkor. És a fából is viszünk el, meg ilyen vine-t is mindenféleképpen. És ez ilyen light-ot is spawnol. Szóval abból is tudunk csinálni ilyen farmot majd későbbiekben. Elvileg nem kell hozzá sok minden. Itt van, ezt mind ki fogom itt ásni hirtelen. A hang az ilyen... Nagyon érdekes hangja van neki, de hát ez ilyen. Kíváncsi leszek rá, hogy ez mit fog majd... Igen, amikor mászkálok rajta, akkor is ilyen fura hangja van neki. Érdekes. Érdekes. Jöhet az axom, excuse me. Hú, ennek a fának is nagyon más hangja van ennek a fának, gyerekek. Úgy, te is. Ó, még fény. Ide vele. És ez elvileg ilyen light block is, úgyhogy mint fényforrást is tudjuk használni. Ezt a blokkot hihetetlen. Szerintem az nagyon jó, kitalálták ezt a biomot. Nagyon tetszik. Úgyhogy gyorsan kiszerek belőle egy kevés cuccot, aztán megyünk meglátogatjuk a következőt, amit találunk. Ott egy enderman, hú, arra nagyon szükségem lenne. Ilyen gombát szerünk sokat, ebből kell nekem egy stack. Mert ebből tudunk majd újféle ilyen gombát csinálni. Úgyhogy ezt elhozzuk, sőt kell nekem egy kevés ilyen is. Szilkecsel elhozzuk ezt a földet, ez a Warp Nylium-nak hívják. Ez az újfajta föld. Ennyi, egy stacket hozok ebből is. Már gyorsan menni fog. Megvan az utolsó dinnye. Ó, itt egy magma blokk. Hello. Elvileg erre volt valahol a hazafele vezető út. Úgyhogy megyünk és megnézzük, hogy ez hova visz minket. Igen, ez biztosan hazavisz minket. Elég sok cucc van nálam, amit nem szeretnék elveszteni. Úgyhogy szerintem most hazamegyünk, ezeket hazavisszük, és keresünk egy... Crimson Fungus, egy Crimson Forestet is. Ha már ez a zöld forest, ez megvan. Tehát elvileg megtaláltam a Crimson Forestet, csak itt az a gáz, hogy le kell estem. Megpróbálok a lehető nem bajabb helyen leesni, de akkor is az a disznót rám fog jönni valószínűleg, de mindegy is. Elvileg ez működik még. Wow! Ennyi, ez egy életem maradt, gyerekek, ez mekkora volt már? Uramisten, Jézusom! Jó van, hát így halljatok meg. Ez de jól néz ki! Ja.
Ez de jól néz ki. Ez a kicsi, ez nem üldöz engem, ennek örülök. Hál' Istennek. Ez a Vine. Ez a Weeping Vine. Ez föntről lefele. Aha! A Weeping Vine, az, a Silk Touch pickaxe-et meghagyjuk. És felszerünk egy pár ilyen blokkot, egy stack nyit, ebből a pirosból is. Mert ez kelleni fog, és közben a gombák, gomba is kell majd. Ez pedig a... Crimson Nihilium. Wow, wow, wow. Nagyon szép piros, nagyon tetszik ez a piros szín. Egyelőre. És nagyon be vagyok fosva, gyerekek, hogy valami bajom lesz itt. Megmondom nektek őszintén, és vagy eltévelek, szóval ez ilyen, ez a két lehetőség lesz. Valami történik, valami vagy eltévelek. Sima netherrack, az elvileg úgy ilyen, ha bombillezzük, akkor lesz belőle valami, nem tudom. Yep, ez megvan egy stack. Jöhet a fa, abból is ki szeretnék vágni egy keveset, nem túl sokat. Elvileg ez a fa is tűzálló. Én úgy hiszem. Nem vagyok benne teljesen biztos, de én úgy emlékszem, hogy mintha valami olyasmit olvastam volna róla. Nem kell sok, hogy egy kb. Egy ilyen stack nyíkál belőle. És ezt is elvileg a hóval lehet a legeffektívebben. Aha, az a nem. Hihetetlen, ez hihetetlen. A hóval tudjuk a legeffektívebben ezt kiszedni. Végre nem csak ezt a két, nem csak a pickaxe-et, meg az axe-et kell használni, meg a shovel-t, amikor valamit éppen shovel-elni kell, de az... Hanem még egyet, a hónak is adtak egy kicsit több értelmet, ez tetszik. Az a sárga világítós blokk, az ugyanaz, ami a zöldeken volt, szerintem ez nem... Jep, az már megvolt. Ezek a hangok, gyerekek, ezek hihetetlenek. Nagyon durvák. Félek rendesen. Valami rámugrik, aztán megtámad. Bazaltot kéne még szereznünk majd. Meg van elvileg valami új kő is a Netherben, ami nagyon jól néz ki. Úgyhogy azt is megpróbál megkeresni. De természetesen ebből is esnek fel, stackelem magam. Hogy legyen nálam minél több. Wow, itt egy disznó, gyerekek. Azt a mindenre kíváncsi lesz, hogy ez mi lesz. Azt szeretném megtámadni, hogy mégis mennyire erős. Ja. Ő nem barátságos, rögtön rám fordul, gyerekek. 2, 3. Fú, ez kemény volt. Itt nem látok egy gombát se. Mennyi? Fú, mindjárt tele vagyok, gyerekek. Szóval visszamegyek megint, aztán visszajövünk ide a Nether Fortress-re, körbenézzünk benne is, hogy mi újság van, jó? Hát, ha találunk egy ilyen Crimson Keep-et. Oh, jeez. Ez nagyon erős. Mit ad ez? Ez rendes pokcsopot ad. Semmi más igazából. Hát nagyon örülök neki, hogy ilyenkor a zombi pigmentek nem támadnak meg, mert ha megtámadnának, én sírnák, az biztos. Végem lenne, mint a botnak. Na, gyerünk! Utsu neki, Roli! Wow! Ennek elvileg át kéne változnia. Átváltozott, látod? Haha, annál jönne, átváltozik zombi pigmenti, amikor átjönnek. Megijesztett egy kicsit azért, el kellett futnom tőle, de átváltozott, úgyhogy no para. No para, gyerekek! Úgyhogy ilyen pigmentekkel, elvileg kereskedni lehet majd velük, de azt majd, ezt nem ebben a részben fogom megcsinálni, hanem... Oké, és ez normál cucc, a normál cuccot csak ide rakjuk. Ahogy jönni, az összes többi az ilyen, ez egy nagyon durva. Oké, és te is. 27 ilyen gombánk van, meg 30 ilyen gombánk van, hát ezt neked szerettem volna, de hát jobb, mint a Shroom Light, jobb, mint a semmi. Te is ide.
Miért még minden van igazából. Ha? Keep it going! Hallóre! Elvég lehet ilyen kék fényeket csinálni. Arra vagyok kíváncsi, hogy lehet kell kék fényet csinálni. Ne, bászá! Valós, hogy tűz is volt ott, bazzik, beleesett valami a tűzbe, és nem... nem már. Ha csak az ilyen, nem már! Ez annyira gáz. Szemét, szutyi! Utálak téged, te gáz! Nincs... az Infinite Bomb-nak annyi. Ez nem esett most jó. Nagyon-nagyon szerettem az Infinite Bomb-at. Oké, és... Nether Fortress. Golden Chest Plate. Elvileg, ha aranyban vagyok, akkor nem bántanak a... ezek a pigletek. És az elvesztett Power Infinite Bow helyére jött egy másik. Yes, please! Na, irány vissza! Keressünk egy Basalt Deltát. Úgy néz ki, találtam egy másik biomot, sikerült le hozzá lejutni, ez csak itt volt a portál mellett. Ez a Sandstone. Mi ez? Soul Soil. Ez meg... Soul Sand! Mivel tudjuk? Gondolom én ásóval, hát... Mi a mása? És a szója, ez ad nekem. Nope. Ezt le kell smeltelni? Valahogy ebből tudunk ilyen fehér... Valahogy tudunk bele fehéret csinálni, majd meglátom. Ez micsoda ott? Vannak ilyen különböző structure... Te mi vagy? Te mi vagy? Ez nem dob semmi, de ez egy nagyon érdekes mob. Sosem láttam még ilyet. Ez annyi gravel van itt, mint az úristen. Brutálisan jól néz ki. És van ez a soy soil. Ebből elviszünk egy 2-3 stacket biztos. A hangok azok is csinálnak a netherben, ez biztos, ezek nagyon jók lettek. De ez a soy soil, ez tetszik? Elvileg ebből tudok majd valahogy ilyen másfajta torcsot csinálni, ilyen kékfény, nagyon szeretnék kékfényt kipróbálni. Mindenhol mindent is átcserélek kékfényre a bázisunkon. Az biztos. Ennyi, legyen belőle 4 stack! Legyen 4 stack! Ez szerintem kizárólag csak bombok. Aha, semmi. Nem extra nincs rajta. Te mi vagy? Érdekes. Na, nézzünk erre. Te mi vagy? A szilket ad nekünk. Érdekes. Ó, látok én itt cuccokat. Látok én itt cuccokat. De jó, ez a kék fény, ez ilyen. Ez kékkel, ez gyönyörű. Oké, és nekem kell, nekem ez kell, ennyi, nincs mese. Te mi vagy? Bazalt, ez a bazalt delt az? Ez a Soul Sand Valley. Szerintem ez a bazalt delt az föntebb lesz majd. Yeah, megtaláltam a bazalt deltát! Jó, ezen az úton nem fogok tudni eljutni odáig. Menjünk át a másik oldalon, és akkor oda jutunk a bazalt deltába végre. Hú, de jó fog kinézni. Szia! Itt is van. Egy csak leugrunk. Szuper. És meg is jöttünk. Jöhet egy pár stack ebből a bazaltból is. Itt van valami más is. Úgy ez azt olyan, mint a Blackstone. Úristen! Eszembe jutott Castle Blackstone, az lesz a Blackstone most. Ebből is kell egy stack vagy kettő most egyelőre, hirtelen. De Jézusom, ez de szép! Ez de jól néz ki! Ez egy hihetetlen hely! Összeszedtem annyi mindent, ami ennyire úgy nagyjából szükségem volt, de nem tudom, hogy ez vezet-e valahova, vagy ez csak egy ilyen hatalmas nagy kőfejtő igazából egyelőre.
de végre nem minden bajom ugyanúgy néz ki, ezt imádom egyszerűen, ezt hihetetlenül nagyon imádom, hogy ezt megcsináltak a Minecraft-on, én úgy érzem, tudom, hogy vagytok vele. Nézzük meg, oda még fölnézek oda fel a lyukba, megnézem, hogy ott mi van. Van-e valami, megtaláljuk-e a Crimson Keep-et, nem hiszem, de nem tartom valószínűtlennek, hogy esetleg meg lesz. Ez egy nagyon durván jó hely. Hát ez egy óriási bajom, gyerekek. Ez egy hihetetlenül nagy bajom. Ez nagyon tetszik, ezt nagyon szépen megcsinálták. Ez a fehér füst, ez egyszerűen hihetetlen. De szerintem ennyi is lesz. A Crimson Keep-et még nem találtam, de nézni fogok, keresni fogok. Azt fogjuk csinálni, hogy következő részt egy Crimson Keep-ben fogjuk kezdeni, és megnézzük, hogy mit tudunk majd vele csinálni. Itt elvileg. De erre majd vissza fogok tudni menni. Hopp, nem erre, úgy, ne keverd össze magadról, jó? Fent, mintha lenne valami kis útféle. Yes, megvan a recept! Wow, az új Soul Sand Torch. Yes, please. Yeah, babe! És abból jöhet majd a Soul Sand Lantern. Lesz piros és kék is. Yes, please. Szavasz, kék torch, szavasz, kék torch, szavasz! Mindenhol is kék torch van. Én is akkor kék torchot, mindenhol van akkor kéket! És igazából már csak egy dolog maradt, amit meg szerettem volna nézni. Az annak neve, azt hiszem, ha jól mondom, a Netherite. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy az hogy működik. Ki fog derülni szerintem. Oké, és csináltunk egy pár scaffoldingot még. Annyi elég lesz. És úgy szeretnék bányászni, hogy minél több dolog megmaradjon természetesen. Szóval... TNT! Azt fogom csinálni egyelőre, hogy csak itt a portál mellett lemegyünk, valahol itt. Az elsődleges cél megvan. Lejöttem egészen Y15-ig. Most azt fogom csinálni, hogy kiásunk egy hatalmas nagy teret. A Netherite elvileg ebben a részben nő a legtöbb. Berakunk mindenhol egy kis TNT-t. Oké, szóval ez is megvan. Fú, nem szeretnék meghalni. Ready, set. Go! Uah! Shit. Majdnem meghaltam, gyerekek. Baszki, ez kemény volt. De lett egy nether. Ez elvileg a Diamond cuccnál is keményebb. A Nether Rai. Valami Nether cucc. Van még valahol? Elvileg a TNT minden blokkot visszahoz, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy van, de ez nagyon jó volt. Ott van kettő, túloldalt, yeah! Gyere! Egyhez kell három, ha minden igaz. Hoppá, ez gold. Oké, hát ez kőkemény volt itt. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez ilyen buf! Ó, még egy kevés! Oké, és a TNT második kör készen áll. Találtam el egy pár netherite-ot amúgy, itt-ott-amott. Megnézem fel ezeket, hogy a ceilingre, hát ha itt még valahol látok. Mielőtt még nekiállok bombázni mindenhol is. Szóval az lesz, hogy én csinálok ide egy ilyen platformot magamnak. Ennek fogjuk nézni az eseményt. Majd nagyjából az... Ez nagyjából itt középen lesz.
Flint. Oh, shit. Hoppá. Á, nincsen... Majdnem. Itt a lánc megszakadt egy kicsit. Nem örülök neki annyira. De sajnos ez van. Ennyi, ott egy netherite! Ott van még két netherite, és ennyi? Ennyi! Ennyi TNT-ért. Ugye készek TNT-ért lett 10 pár netherite-om. Nem olyan rossz ez azért. Ezt kell mondjam, és még lehet több is. De egyelőre amiket látok, azokat fogok eltüntetni. Más nagyon nem hozok el innen, mert nem kell, igazából mindent tudok szerezni. És vissza is értünk a Netherből, tele van a felső sor hordónk, mindenben van valami újdonság, valami szépség. Itt van egy kis Agent the Breed, ezt meg fogjuk tudni használni, úgyhogy le is smelteljük, és aztán aranyjal kell majd összeolvasztanunk. Szóval az lesz, hogy van nálunk annyi arany, sőt a többit is meleolvasztjuk, mindent ami nálunk van. Van egy kevés core blokkunk, abból használnák egy keveset, hát ez annyit azért nem. Úrni. Így enni. Mondjuk ennyi maradhat. Az egy stack, meg egy pici. Szuper, az egy pici az belekerül ide. Ezt neked magunkkal viszünk egy kis cobblestone-t. Építünk egy pár super smeltert. Jó, úgy 8, elég lesz egyelőre, azt csak oda a Nether portál mellé beépítem, mert kíváncsi vagyok erre a Netherite-ra, hogy ez hogy működik. Aludtunk-e? Overworld-ban vagyunk, gyerekek, ne felejtsd el, Roli, az Overworld-ben bizony aludni kell. Oké, és hippi-szupi, ki is aludtam magam, legjobb, sosem volt még ennyire jó dolgom. Na nézzük, hogy mit fogunk csinálni, de lakjuk az összes kemencénket. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Úgyni, ezt szétosszuk 8-ba. Úgyni, és az éghető cuccokat is szétosszuk 8-ba. Nem tudom, hogy mennyi kell bele, de ezt így fogjuk csinálni. Az is itt már nekem mindig kirobjuk. Gyerekek, ne csináljunk már ilyet. Valamikor nem regisztrálja be a billentyűzetet, hogy megnyomom a shiftet. Érdekes. És kész van 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nem is tudom, hogy mit is upgrade-eljek elsőnek. Vagy egyáltalán upgrade-eljek valamit, de szerintem upgrade-eljek valamit, biztos vagyok benne. Kérem próbálni. Elvileg ez így, és így. Nope. Netheringot. Aha, ennyi. Ez 3 netheringetre volt elég. Mi kell egy netheringothoz?
1, 2, 3, 4 kell egy nedringothoz. Az szép! És utána elvileg tudom kell csinálni egy ilyen... Nem... Lectern... Smithing table, kell hozzá kettő vas. Ezt én nem tudom csinálni. És négy brick, kell egy ilyen smithing table, azt hiszem abban tudom csak upgrade-elni a dolgokat. Mindjárt is nézzük, kell kettő wood. Léci. Nem is négy kell, ugye? Négy kell a smithing table-hoz. Ez érdekes lesz. Adjál még egy vasat! Okés. És akkor jöhet a smoker, a smithing table, úgyni. Ó, de kíváncsi vagyok rá. Smithing table. Van egy jó karom, looting, unbreaking. Azt megnézzük, hogy mit tud. Ó, netherite sword, ez az. Ez lesz a... Ez lesz a Rolly Excalibur. Úgy, ha-ha-ha! Fú, ez de jól néz ki, gyerekek! Azt a mindenit, netherite! Ó, még jobb is. Innen mi kell? Ez jó. Protection, fire protection, unbreaking, depth strider. Diamond chest meg a nadrág, szerintem az a kettő lesz, amit még felupdatelünk most. Cica. Utána ezt még tudom majd egy gyémánttal javítani, szerintetek? Ó, Istenem, ez nagyon jó! Vagyis magunkban egy gyémántot, ezt megnézzük, hogy tudom-e... Nincsen gyémántunk. Ez ciki. Nem baj, az a lényeg, hogy kész vagyunk, el sem hiszem, gyerekek, ez egyszerűen hihetetlen volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok ezen a különleges kis kalandom. Remélem mindenkinek tetszik az 1.6-os update. Ami tetszik benne, srácok, és akinek tetszik, nyugodtan írjátok le, hogy mi tetszik nektek az 1.6-osban. Mi a kedvencetek. Nekem egyelőre szerintem a disznók, azok nagyon jól néznek ki. Meg hát az wingot, az azért nagyon durva. És már majdnem kész van, egy kardunk, egy chestünk és egy nadrágunk. Lesz még más is. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem tetszett, amit láttatok. Ha igen, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek többet látni, iratkozzatok fel. Roli voltam a Kemény, és találkozunk a következő Minecraft részben. Ne felejtsétek el, hetente 5-ször szoktunk live-olni Twitch-en is. Gyertek, csekkoljatok minket ott is. A link lent lesz a descriptionben. Legyetek jók és szobatiszták. Sziasztok!